2016-ban is számos alkalommal várt a különböző sport, kulturális és közösségi rendezvényeire, nemzeti ünnepségeire az érdeklődőket Kistarcsa. A programok szervezése ebben az évben is elsősorban a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár feladata volt, melynek intézményvezetőjét Szilárdi Lászlót Kistarcsa város önkormányzata nemrégiben újabb 5 évre választotta meg ezen pozíció betöltésére. A Városi Művelődési Sportközpont egy összefoglaló név, tehát több kis intézményt akar. Hozzánk tartozik a Művelődési Ház, ezzel együtt a rendezvények, a Civil Ház, a Sportközpont, ugye a sportpályával, úszoda és a könyvtár. Tehát lényegében egy gyűjtő fogalomként funkcionál, meg az intézmény is ugyanúgy összegyűjti a kisebb intézményeket, tehát ez azt jelenti, hogy nem kell külön-külön kis egységeket vezetni, hanem ez egybe van, és akkor stratégia szempontjából hasonló identitású intézményeket el tudunk vezetni, illetve tudjuk igazgatni az ügyes bajos dolgaikat. Ide tartozik egyrészt az úszoda, az egy sportjellegű intézmény, ami annyit jelent, hogy ott főként ugye a napi rutinszerű programok vannak, tehát egyrészt ugye az oktatás, a tanúszoda jellegből kifolyólag, ezt követően a egyesületek veszik birtokba az úszodát, és ez mellett, tehát folyamatosan ugye a vendégek is járnak, és mint szabadidő sport ott átölelő intézményként is funkcionál. Úszodában főként ugye úszóversennyel kapcsolatos, illetve vízilabdával kapcsolatos rendezvényeket szoktunk tartani, tehát volt vízilabdatorna, illetve volt a Mikulás és a Nyuszi Kupa. Az úszodai versenyek sorát erősíti minden évben a Kistarcsai Napok alkalmából megrendezett térségi vízilabda bajnokság, valamint a Simándi úszóverseny is. Az úszodán kívül azonban egy másik sporteseményt is évről évre megszerveznek a városban. Május első hétvégén rendeztük meg a Kistarcsai teljesítmény túrát, és most elértük azt, hogy több mint 1000 fő vett részt a túrán. Rengeteg család, illetve nagyon sok gyermek, iskolások, tehát öröm volt azt nézni, hogy a különböző távokon, sportemberektől kezdve a gyerekekig mindenki tudta teljesíteni ezeket a távokat, és nagyon örültünk neki, hogy tényleg jó időben és balesetmentesen lezajlott ez a rendezvény. A sportrendezvények mellett mindig nagy hangsúlyt kapnak a városban a különböző gasztronómiai és közösségi fesztiválok is. A év első rendezvénye a Kistarcsai Böllér Fesztivál volt. Ez egy elég nagyszabású rendezvény, tehát nagyon sok csapat indult, külföldi résztvevők is voltak, illetve próbáltunk egy színvonalas gasztronómai programot nyújtani a rendezvény látogatóinak. Majd ezt követően került megrendezésre a másik nagy rendezvényünk, a Kistarcsai Napok, amely szintén egy fesztivál jellegű programot, főleg könnyű zenei, illetve egyéb művészeti és sportprogramokat felülelő rendezvény volt. A nagy fesztiválok mellett számos kisebb rendezvényt szerveztünk, például ilyen volt a március 15-i, a kommunizmus áldozatainak emléknapja, a trianoni megemlékezés, az internáló táborral kapcsolatos adománygyűjtő rendezvények, kiállításoknak a megszervezése, író-olvasó találkozók, elektromos autó kiállítás, tehát több kisebb rendezvényt fel tudok még sorolni, amelyel szintén az intézmény program kínálatát bővítettük. A rendezvények szervezéséhez, illetve az intézmények fejlesztéséhez az év során most is sikerült több pályázatból is támogatást szerezni. A Böllér Fesztiválra sikerült a Bethlen Gábor alaptól pénzt nyernünk, amellyel nemzetközivé tudtuk tenni a rendezvényt. A másik ilyen pályázatunk volt az érdekeltségnövelő támogatás, ami egy központilag lehívható pályázat volt, ott főként ilyen technikai bővítéseket hajtottunk végre a művelődési ház, illetve technikai korszerűsítéseket, és ez mellett sikerült nyernünk az augusztus 20-ai Kakasfőző Fesztiválra is központi támogatási összeget. A Kakasfőző Fesztivál minden évben egy napos lesz. Ugye kezdünk egy hivatalos programmal, ez azt jelenti, hogy 10 órakor indul a művelődési házba, ez kenyérszentelés, illetve a Szent István napi ünnepi
program, ezt követően pedig most délbe fog indulni a Kakasfőző Fesztivál, és egész évfélig fog tartani, rengeteg sztár fellépővel, helyi fellépővel, illetve a pályázati pénzek segítségével Tória testvértelepülésünk lesz a programnak a vendége. A Kakasfőző Fesztiválra a szervezők közel 30 csapatot tudnak fogadni. A versenyfelhívás szerint az induló csapatok számára nevezési díj ellenében a főzéshez 2 darab 3 kg súlyú kakast, fát, székeket, asztalokat, vizet és áramot biztosítanak. A bográcsban a kakasokból bármilyen étel készíthető. A főzőversenyre 2016. augusztus 12-éig lehet jelentkezni. A további részletekről az interneten tájékozódhatnak. A város eseménynaptára a nyár lezárultával az év utolsó harmadában is tartogat még eseményeket. Következő állomás a Görhöny Fesztivál, szintén egy nagyobb rendezvényünk, egy hagyományőrző gasztronómiai rendezvényről van szó. Elkezdjük 9 órától a görhönysütéssel, görhönysütőversennyel, hagyományőrző nemzetiségi programokkal, majd ezt követően 4 órától a városavatás évfordulóját és a díszpolgári cím átadását, illetve a címek átadását fogjuk majd megtenni. Ezt követően pedig koncertek lesznek egészen évfélig, hajnal 1 óráig, utcabálla zárjuk a rendezvényt. Igen, az október 23-a szintén egy nagyobb rendezvényünk lesz, ugyanis 60 éves évforduló. A másik nagy rendezvényünk pedig a Mindenki Karácsonya lesz, amely minden igaz, és ha minden összejön, akkor egy jégpályát is fel fogunk állítani a Csigaház előtti téren, és kibővített programokkal, vásárral, karácsonyi vásárral és egyéb érdekességekkel fog majd termék szerint lezajlani ez a rendezvény is. A hagyományosan megtartott rendezvények szervezése mellett a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár a jövőre nézve más jellegű feladatokat is célul tűzött ki maga elé. Mindenképpen fontos lenne a rendezvények számának a növelése, ugye megvannak a fesztiváljaink, ez nagyon fontos, hogy ezek a meglévő fesztiválok folyamatosan fejlődjenek, illetve több olyan rendezvényt szeretnénk megszervezni, amely különböző ízléscsoportokat elégít ki. Tehát ez azt jelenti, hogy különböző koncertekkel, népművészeti bemutatókkal, kiállításokkal szeretnénk bővíteni a intézménynek a programját. Szintén fontos feladatunk az uszodának a fejlesztése, az elavult gépészetnek a folyamatos cseréje, a sportpályának a fejlesztése, illetve a internáló tábor történetét felülelő múzeumnak a megvalósítása. Ez is folyamatban van, úgyhogy várjuk az eredményeket ezzel kapcsolatban. És a másik, ami nagyon fontos tényező, stratégiai pont, hogy a könyvtár végre megfelelő épületbe tudjuk helyezni. Az elképzelések megvalósításában a város vezetése támogatást és forrást biztosít az intézménynek. Hál' Istennek 100%-ig partner. Ugyanúgy fontosnak tartja a rendezvényeket, mint bármilyen fejlesztést, akár egy útépítés vagy egy járdépítés. Közösségfejlesztés és a városépítés, ez egyként kezelendő, és úgy látom, a képviselőtestület is ugyanígy gondolkodik.